Ferenc túl jó ember az, hogy politikus legyen. Ennyi. Igen? Röviden, igen. De hát én nem vagyok politikus. Nem is leszel. Ilyen lelkiségen nem lehet. Nem is akartam. Helyett csak egy anekdótát mondok. Te Feri, ez a Pista milyen jó ember? Ez a Pista milyen ember? Ez jó ember. Ja, tehát hülye. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, és ez pedig a világ találkozó. Ma itt lesz velem Falus Ferenc, orvos, tüdőgyógyász, egészségügyi menedzser. 2001-től 6 éven át a Nyírő Gyula kórház főigazgatójaként tevékenykedett, később országos tiszti főorvos volt. 2014-ben az ellenzék jelöltjeként elindult az önkormányzati választáson, mint Budapest főpolgármester jelöltje, 2 héttel a voksolás előtt visszalépett. Nős, 2 gyermek édesapja. Párosul másik tagja, Herceg Zoltán, divattervező, márka tulajdonos. Szerencsén született, meglehetősen polgárpukkasztó személyiség, munkáira mindig is az egyediség volt jellemző. Járja a világot, ahogy a médiát is, hiszen nagyon szeretik őt az újságírók. Közéleti kérdésekben is igencsak aktív, számos témában fejti ki véleményét. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Falus Ferenc maszkba ült be, mondván, hogy mi most tulajdonképpen vírusközösséget vállalunk? Hát most, ha ezt leveszem, ezt a maszkot, igen, mert hogy önök már vállalták ezt a vírusközösséget itt ketten én előttem, és most én ehhez csatlakozni fogok. Úgyhogy majd reménykedünk, hogy egyikünk se lesz beteg a felvételt követően. Nagyon reméljük. Én 3-szor vagyok beoltva, és át is estem rajta, úgyhogy én velem ilyen félelem. Sajnos meg kell nyugtatnom mindenkit, nem segít. Nem segít? Tehát ez csak arra segít, hogy ne legyen beteg, de abban nem segít, hogy nem hordozhatja a vírust, és nem adhatja át másnak, aki esetleg fogékony. Miután ez egy olyan vírus, hogy nem lehet tudni, hogy én pillanatnyilag fertőző vagyok-e, vagy nem. Tehát a tünetek megjelenése előtt 2 nappal vagyok a legfertőzőbb. Hát honnan tudjam én azt, hogy én most, vagy önök, vagy nem tudom, nem tegeződhetünk esetleg. Megtisztelsz, tegeződhetünk. Hogy akkor titeket esetleg megfertőzhetlek, mert ki tudja, hogy én tegnap kivel találkoztam, és hogyan. Beszéljünk akkor inkább a víruson kívüli dologról, hisz okay. Azért jöttünk össze. Az jutott rólad elsősorban eszembe, hogy te nagyon egyedi karakter vagy. Szerinted egyedinek kell lenni, vagy csak neked van ilyen igényed, hogy kitűnj? Hát kellni nem kell, de szerintem az szerencsés, hogy valaki egyedi. Miért? Mert mert nem egyforma. Mert vagyunk 8 milliárdan, és egyébként amúgy sem vagyunk egyformák, de én szeretek más lenni, mert nem szeretem a tucatot, nem szeretem a tömeget, nem szeretem az egyformát, mert a világ színes, a világ különböző, az emberek különbözőek, és ha már így van, akkor legyen is így. Próbáltál te besimulni bármibe is? Nem hiszem, hogy kellett volna besimulni. Hát nem tudtam. Jó, nem tudtál? Hát például az általános iskolában és meg a középiskolában is kilógtam, mert csorabogászámba mentem. Tehát olyan dolgokkal foglalkoztam, amivel a többi nem. Mit csináltál? Tudtam azt, amit a többi nem. Hát én tanultam. Folyamatosan tanultam. Engem a tanár nem tudott felelősségre vonni, vagy kérdőre vonni, vagy kibabrálni velem a következő órán sem, amikor feleltetett, mert akkor is ötös kellett, hogy adjon. Én borzalmasan nagyon imádtam ezt, hogy Stréber feleltessél. Na most a Stréber szónak utána néztem, hogy ez egészen pontosan mit jelent. Biztos, hogy nem voltam Stréber, mert a Stréber az egy pejoratív szó, aki arra használja a plusz tudását, hogy a többiek előtt előnyt szerezzen, magyarul lefelé taposon fölfelé nyaljon, és én nagyon-nagyon nem vagyok ilyen. Az viszont mindig is nagyon dühített, hogyha valami alapkérdésre, alapdologra, ami köztudomás, ami tudni kell, arra nem tudja valaki a választ, és én voltam annyira tapintatlan és indulatos kisgyerek, hogy bekiabáltam másik helyett a megoldást. Én ma erre nem vagyok büszke, de én akkor nekem nem tűnt fel, hogy ez gáz, hogy azt nem kéne csinálni. Soha nem tette senki szóval? Akkor nem. Később? Később az érettségi osztálytalálkozókon, a 15-20 évesen kiderült, hogy én rossz fej voltam. Nem a tudásom miatt, hanem azért, mert ezt a tudást nem úgy használtam, hogy kellett volna. Azért te fitoktattál? Nem? Tehát ebben van egy megmutató. Nem volt fitoktató. Lehet, hogy van benne valamennyi, de engem zavart, hogy nem tudja, hogy most komolyan, tehát 2 meg 2 az 4, haver, mondd be, hogy 4, megkereszték, 4, mondjad 4. De nem, így áll, így. Mondom, nem értem, 4. Hát de neked egyértelmű, sok az életben számos most olyan már, dolog van, most már tudom. Mi tudjuk a megoldást. Most már tudom, hogy az nem volt helyes, mert nem ez a helyes viselkedés. Te milyen kisgyerek voltál? Hát nem nagyon emlékszem rá, őszintén szólva. Sajnos egyetlen gyerek vagyok, és ennek az érnek
vannak szomorú következményei. Talán az unoka testvéremmel közösen voltunk ilyen testvérként tartva. A szomorú következménye az, hogy egy picit úgy egyedül marad az ember ilyen értelemben? Nem, hát azért az jó, ha az embernek van testvére. Tehát nekem ilyen együtt lakom a testvéremmel című élményem, az nekem hiányzik, nekem ilyen nincsen. Az oka az volt, hogy nem akartak több gyereket, idősek voltak a szüleid? Hát ezek azok a kérdések, amikre nem tudok válaszolni. Nem tudom, és már nem tudom kitől megkérdezni, és ahogy az utóbbi időben egyre idősebb vagyok, egyre több ilyen kérdésem van, és egyre inkább próbálom a gyerekeimet rábeszélni arra, hogy kérdezzenek, akiket persze nem kérdeznek, mert nem érnek rá, meg persze igen, de azért mégse annyira. És aztán lehet, hogy ők is olyan helyzetbe kerülnek majd az életbe, hogy olyankor kérdeznének, amikor már nincs válasz. Mondasz nekünk egy-két olyan dolgot, ami ránk tartozik, de nagyon szívesen megkérdeznéd, akár anyukától, akár apukától? Hát tegnap az unokatestvérem nálunk ebédelt, és arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy a nagymamánk az miért Pesten szült. Tehát én azt gondolom, hogy majd utána nézzünk a papíroknak, az én édesanyám biztos, hogy Pesten született, de hogy a nővére meg az öccse is Pesten születette, azt csak feltételezem ilyen családi beszélgetésekből. Hát majd keresünk papírokat rá. Az unokatestvérem nem tudta, hogy az ő édesanyja az hol született pontosan. Ugye ez a család azért egy holokauszt túlélő család, ennek mindenféle nyűgével és szenvedésével, és a ifjú koromban nagymamámmal együtt laktunk ennek a, hogy mondjam, azért a terhével együtt is. Hogy beszélt róla? Nem, senki nem beszélt. Soha senki nem beszélt semmiről. De nem volt az a olyan békés, jó családi légkör, amit az ember filmekben vagy regényekben olvas, vagy elképzel. Emiatt szerinted? Egészen biztos. Tehát titkok voltak, amiről nem beszéltek, amiről én csak sokkal később szereztem tudomást. Nem volt az, de az apám orvos volt, úgyhogy olyan nagyon rosszul nem éltünk. Persze. Te azt például mára már nagyjából egészében tudod, hogy ők pontosan mi mehettek keresztül? Nem. Nem tudom. A két olyan dolog van, ami valamennyit segített tulajdonképpen. Az egyik az, hogy a nagyapámnak a naplóját megtaláltuk. Ami nagyon érdekes, mert 1945, talán január 1-től egészen addig, amíg a koncentrációs táborból elindultak hazafelé szól, és azért azban nagyon sok olyan információ van, amit hát különben nem lehetett volna tudni. És az apámnak is vannak emlékiratai, amit már mikor nyugdíjas volt írogatott, gondolom feltehetően nekem, ami hát nem annyira napra kész, mint az volt, de itt azért sok rémes dolog történt az életben. Tehát nekem nagyon szerencsém van, hogy egy ilyen békés korban nőttem föl, vagy öregettem. Nem érzem magam öregnek, úgyhogy ez nem igaz. De hát, hogy egy ilyen idősebb korba kerültem. Ezek a tragédiák, meg ezek a történetek talán a szociális érzékenységemet, az igazsághoz való viszonyomat, a bajban lévőknek a segítését, az valószínűleg ez megalapozhatta. Ugye azt mondtad, hogy volt benned egy ilyen megmutatni vágyás is talán. Jól gondolom én azt, hogy te használtad azt az utat, hogy csodabogár voltál. Valamilyen szinten. Hogy ilyenkor az emberben, az egész életében, ha már Ferenctől azt kérdeztem, hogy mi marad a felnőtt korban egy ilyen gyerekkor után, vagy mi annak a forgatónyomatéka? Hogy ez ebből fakad, szerinted? Szerintem igen. De az, hogy ez miből fakad, hogy én meg akarom mutatni, azt nem tudom, miből fakad. Hittek neked például az osztálytársaid, a szüleid, úgyhogy az Olikából lesz valami? Mert olyannak gondolok, akiben nagy volt az exhibicionizmus, és hogy én majd megcsinálom. Hát nézd, én már középiskolás koromban is országos verseny, tanulmányi verseny nyertem, tehát első lettem az országban valamiből 18-19 évesen. Miből? Kereskedelmi ismeretekből. OSTV-t nyertem, országos szakmai tanulmányi verseny, ami a gimikben OKTV, az nálunk OSTV volt, és én azt megnyertem Debrecenben. Illetve hát az odáig vezető út is az, hogy mindig kitűnő voltam a középiskolában, mindig kitűnő voltam az általános iskolában, hát az életemben persze nem, de ott nem is akartam már. Én nekem az volt a célom, hogy felvegyenek az egyetemre, és az egyetemen még nyerjek 5 évet,
hogy kitaláljam, hogy mi akarok lenni, ha nagy leszek. Ezt ma se találtam ki, máig se találtam ki, mi leszek, ha nagy leszek, de az alkotás, a teremtés, a kreatívkodás az apró kicsi gyerekkorom óta kísér, és élvezettel, imádattal csinálom, és ha ezt így csinálom, akkor ezt csinálni kell. Azt mondtad, nem tudom, hogy ennek köze van-e mindenhez, de hogy neked körülbelül 4-szer volt ilyen nagy meglecsenés az életedben, amikor pánikrohamok és súlyos depresszió tört rád. Volt. Azt lehet tudni, hogy mi idézi azt elő nálad? Nem, ezt még szerintem egyik orvosnak se sikerült kitalálni, hogy mitől van depresszió, meg mitől vannak a betegségek. Nem tudom. Mikor volt először? Talán valamelyik szakításom után, amikor kiüresedett az életem, elment egy nő, akit nagyon szerettem, úgy emlékszem, hogy azután. De hogy miért, mikor előtte is hagytak már el, és azóta is volt egy rakás szakítás az életem, hogy miért pont akkor, nem tudom. Talán valami összegyűlt. Talán valami felgyűlt, aminek le kellett higgadni. Talán túl voltam pörögve, talán túlhajtottam bizonyos dolgokat, túl gondoltam, túl akartam dolgokat, és az élet megállt parancsolt egy ilyen betegséggel, ami soha nem volt tartós, hál' Istennek, mindig fél év alatt kigyógyultam belőle, magamtól, vagy szakemberrel. De akkor mi történik? Nincs kedved sehova menni, lehúzod a redőt? Hát a depresszió az a legcudarabb betegség a világon, azt merem állítani. Az ember tökéletesen, teljesen haszontalannak, fölöslegesnek érzi magát, és leginkább azon gondolkod, hogyan tudna eltűnni a földszínéről. Hát lehúzod az redőnyt, besukod az ajtót, és nem mész sehova. Haszontalannak, butának, ostobának érzed magad, feleslegesnek, nem tudom másképp, egy borzalmas lelkiállapot. Egy szuicid gondolatokkal is jár? Járhat simán. Nálad is ez volt? Járt. Amerika után konkrétan az őrület határán álltam. Az őrület határán álltam Amerika után egy bizonyos este vagy éjszaka, amikor egészen komolyan mondom, hogy nekem ott döntenem kellett, hogy én most biztos, hogy meg fog őrülni, meg fog hűlni, vagy ezt nem tehetem meg. És azt megkérdeztem később a pszichodokimat, én nekem szakember is igénybe kellett vennem, mert az Amerika, vagy az amerikai sztori annyira megviselt, és ő azt mondta a dokim, hogy bizony, fiam, van ilyen állapot, és akkor dönteni kell. De ezt mondjuk előtte is mondottam volna, de én nem gondoltam, hogy ilyen állapotig el lehet jutni. És akkor nekem ilyenkor a szüleim jutottak az eszembe, meg a családom, meg a tesóm, hogy ezt én nem tehetem meg, hogy én nem őrülhetek meg, ez biztos, mert hogyha az anyámék, meg a szüleim, meg a szeretteim engem jönnek egy diliházba látogatni, folyik a nyál a számból, és ilyen lett a fiúkból, azt nem lehet. Úgyhogy nem tudom, mit csináltam. Mély levegőt vettem, vagy vizet ittam, vagy összeszedtem magam, vagy koncentráltam, vagy döntöttem, hogy nem, ez biztos, hogy nem lehet. Úgyhogy túl kell élni, és embernek kell maradni, és majd ez valahogy elmúlik, és elmúlt. Azért ez egy nagyon nehéz gyerekkor lehetett, hogyha mindent tudni kellett az iskolába. Nem kellett. Nem kellett egy tudni. Belső kényszered volt, nem? Nem, én örömmel olvastam az összes könyvet, engem a fizika ugyanúgy érdekel, mint a kémia, engem a történelem ugyanúgy érdekel, mint a földrajz. Én hazamentem, és amíg a tesómék, meg a többiek dömpereztek kint, meg hógolyóztak, meg bicikliztek, meg balhéztak, addig én ültem otthon, és imádtam a könyveimet, és amikor azokat elolvastam, meg megtanultam, akkor hozzá fogtam regényt írni, meg verset írni, meg rajzolni, meg gyurmázni, meg a szobrázkodni. Te felejtszed, hogy inkább arra utalt, hogy mertél te nem tudni valamit? Hát ez jobb ez a kérdés. Hogy mertem-e nem tudni? Hát ami adag volt az iskolában, azt én mind beszívtam magamba. Hát ez az. Annál még többet is egyébként, én tudóskönyvet írtam, ilyen 8 éves koromban elkezdtem tudóskönyvet írni. Milyen könyvet? Tudóskönyvet. Ja, tudóskönyvet. Tudóskönyvet, mert hogy rájöttem, hogy itt a hogy itt kell valami, ami annyi sok tudás van, hogy ezt rendszerbe kell foglalni, és akkor fogtam egy spirálfüzetet, bekategorizáltam A-tól Z-ig, és akkor, na hát, akkor mivel kezdjük, és eszembe is jutott, hogy a tűz. Na, mi az a tűz? Én nem tudom, mi az a tűz. Nem tudom megfogni, látom, de nem tudom, meleg, de csak akkor közel vagyok. Szóval mi az a tűz? Melyik a tűznek a melyik a része? Mi a tűz maga? És akkor kimentem anyu, szóval vigyem anyu, tudóskönyvet írok, és ma már nekem nézsz, hogy mi az a tűz, mert ezzel kezdne T betűnél. Hát azt mondja, fiam, ott van a szobában a nagy lexikon, menj, nézed meg. Na, mi zsoda van a szobában? Hát a lexikon. Lexikon. Bementem, levettem, na, tényleg itt van, hát ez már megcsinálták, akkor dobjuk a tudóskönyvet, mert ezt valaki megcsinálta már. És akkor nem lett tudóskönyv, mert már volt. Ez volt 8 éves koromban, most rakjátok össze. Te sok hasonló esetet voltál kénytelen látni, amiről az erről beszéltünk? Azért, amikor a Nyírő Gyula kórházban voltál vezető, azért ott... De hát a Nyírő Gyula kórházban én igazgató voltam. Nekem a közvetlen betegellátáshoz a Nyírő Gyula kórházban semmi közöm nem volt.
nem is tekintettek ott engem igazából orvosnak, talán ha kétszer fordult elő, hogy valami tüdőgyógyászati konzilium címén megmutattak nekem egy röntgenfilmet. Zavart téged? Vagy persze, vagy... rettentően zavart. De ez hogy mi múlott? Hát a struktúrája más, egy intézet az egy más, ez egy nagy kórház volt, nem így működik egy kórház, hogy ott az igazgató az látja közvetlen a betegeket. Vagy neked igényed lett volna rá? Hát persze, szerint. Abszolút mértékben, hogy ne. De a kollégák, a cég ott belül nem engedte az igazgató urat, hogy ott orvosként tevékenykedjen? Meg se próbáltam. Hát van egy osztály, ott van egy főorvos, vannak beültött orvosok. Az igazgatónak az a dolga, hogy biztosítsa azokat a feltételeket, hogy ők szabadon tudjanak dolgozni. Tehát majdnem, hogy jobb menedzser vagy, mint orvos? Én nem hiszem, hogy én jobb menedzser vagyok, mint orvos. Én nagyon jó orvos voltam szerintem, mert talán lehet, hogy szerénytelenségnek hangzik, és azt hiszem, hogy nem is vagyok, vagy nem is voltam rossz menedzser. Nem zárja ki a kettő. Nem, sőt, persze, hogy nem zárja ki. Egyébként a menedzserségben miben vagy te elsősorban jó? Jó tárgyalsz, jó lobbizol, jó csendes, de erélyes vezető vagy. Hogy kell elképzelni téged főnökként? Csak ide akarok kiukadni. Hát talán úgy, hogy én jó szervező vagyok, és tudom, hogy mit kell szervezni, és figyelembe tudom venni azt, hogy akiket vezetek, azoknak mire van szükségük. És hogy azt meg kell próbálni valamilyen módon biztosítani a célnak megfelelően. Tehát az erélyes vezetésbe és a munkatársak kirúgásában biztos, hogy nem vagyok jó. Hány embert rúgták? Fogalmam sincs. Nagyon keveset? Hát azért azt nem hiszem, nem tartottam számon, de biztos vannak, akik nem örülnek annak, hogy megköszöntem a munkájukat, és elváltunk egymástól. Hogy néz azt ki nálad? Így pacekba, keresetlenül elmondod, vagy becsomagolod körmondatokba, és nem alszol előtte három napig. Ezek a törtések általában, legalábbis amikor a tisztiorvosi szolgálatnál voltam, elég gyorsan történtek, és direkt be meg kell mondani rögtön, hogy viszontlátásra. De nem megy az olyan könnyen, mint ahogy most beszélünk róla, gondolom én. Nagyon érdekes a dolog, tehát az a rendszer, ami most van, ott a dolgozók egyfolytában attól félnek, hogy amikor bemennek a főnökhöz, akkor kirúgják őket. Az én időmben ez nem fordult elő. Tehát, hogy ez egy más struktúra pillanatnyilag. Tehát az én munkatársaim szerintem sose féltek attól, hogy én őket ki fogom rúgni, ezért vagy azért, vagy bármiért. Kiabálós konfliktusod volt neked? Nem jellemző. Nem jellemző? Nem jellemző. Tehát pár 5 évent egyszer felemeled a hangod, mondjuk. Hát lehet, hogy annál gyakrabban is, de nem jellemző tulajdonképpen. Meglepődnénk, ha azt a Falus Ferencet látnánk, akinek úgy leszáll a köd? És már kilepődne meg. Mondjuk mi, akik nem ismerünk annyira, hogy milyen vagy akkor? Nem tudom, hogy meglepődnétek el. Ezt... Vagy épp azok, akik ismernek? Azok meglepődnének-e? Akik ismernek. Szerintem nem. Hát azért vannak veszekedéses pillanatok, persze mindenkinek az életében. Jó vitatkozó vagy ilyenkor, vagy úgy elveszted a türelmet? Nem vesztem el a türelmemet. Nem tudom, hogy milyen jó vitatkozó vagyok-e, vagy nem. Általában kompromisszumkereső vagyok, és a megoldás érdekel, és nem a tehát vitázni azért, hogy vitázzak, az például engem nem hoz izgalomba. Visszatérve még oda, ahogy előbb beszéltünk róla, hogy azt mondtad, hogy többször megjelenik a te életedben egy ilyen depresszió, vagy pánikrohamokkal kísért rossz állapot. Mondjuk négyszer, igen, megjelent. 50 év alatt az nem arra rossz, 50-szer fél év, az 2 év ment el ezzel. Igen, mi a kérdés? Hogy Amerikát nagyvonalúan elengedtük, pedig az neked egy sorsfordító időszaka volt az életednek, és sors visszafordító? Igen. 3 mondatba foglaljuk össze, egy hollywoodi sztár, Michael Madsen egyszer bement, amikor itt forgatott Magyarországon, bement a te üzletedbe, beleszeretett a ruháidba, a te kollekciódba, és azt mondta, hogy gyerünk Zoli, csináljuk együtt, világsztárt csinálok belőle. Igen, így történt. És évek teltek el a te életedből ezzel az álmodozással, a hollywoodi álom. 9 év. 9 év? 9. Azért volt nagyon jó és nagyon termékeny ez a 9 év, vagy nem volt 9, kérdezzen 9, 10, mondjuk 6 év. Meg hát még ma is erről beszélgetünk, tehát több is. De akkor te az a Zoli voltál, aki, ha mi találkoztunk volna valahol az éjszakában, akkor 3 percemről ezt kezded el mondani? Tehát akkor annyira ez volt a gondolat? Szerintem igen, igen, elegem volt mindenből, elegem volt az országból, elegem volt az ország közízléséből, vagy közigénytelenségéből, nekem elegem volt mindenből, hogy magyar,
És hát közben kiderült, hogy csak saját magamból volt elegem valójában, és én kivittem az összes nyomoromat Amerikába, tehát én ott ugye nem menekültem meg előle, csak azt hittem, hogy az új környezet, meg az új lehetőségek, meg az új élmények, meg az új emberek, de hát persze ez egy ideig működik, egy ideig hat. Aztán csak előbújt a kis ördög, az elégedetlen Herceg Zoli, aki azért ment ki csak Amerikába, mert utált mindent, ami itt volt. Pedig hát az valójában csak az én hozzáállásomtól függ, hogy milyen az, ami itt van. Tehát rájöttem én az Amerikában, hogy Amerika se fenékig telve, ott sincs kolbászból a kerítés, sőt, sokkal nagyobb falat, mint Magyarország. Hát ha egy 10 milliós országot nem tudtál meghódítani, hogy fogsz egy 300 milliósat? De te azt hitted, hogy Magyarországot már meghódítottad, ugye? Amikor... Azt hittem, de nem kell nekem semmit sem meghódítanom. Tehát saját magamat kell meghódítanom, saját magamat kell legyőznöm, vagy saját magamat kell elfogadnom, vagy megszeretnem olyannak, amilyen. Hát lehet, hogy nem vagyok Armani, lehet, hogy nem vagyok Versace, lehet, hogy tudomásuk kéne venni, nem vagyok Gotye. Meg egyébként Magyarországon nem is születnek Gotyék meg Armanik. De szerintem, bocsánat, nagyon sok tehetség születik, baromi sok zseni van ebben az országban, de ez a táptalaj nem alkalmas ahhoz, hogy bármelyik világhírű legyen. Nem az. Nem is lesz. De te azt hitted, hogy te Versace vagy? Korábban, mondjuk 10 évvel ezelőtt? Figyelj, de a bizonyos értelemben az én kreativitásom, az én fantáziám nem nincs a világ átlag alatt egyáltalán. Tehát, ha Versace ide születik Prügyre, akkor ő nem Versace. Ha Armani ide születik Kanzis Balszikára, akkor nem Armani. Ha George Clooney ide születik, ő nem George Clooney. És ha mondjuk mit tudom, a Cserhami György Los Angeles születik, akkor ő világsztár. Ez ilyen. Na most ezt kell elfogadni, ezt kell tudomásom, és ebből kell kihozni a legtöbb. És ha te is San Francisco-val születsz, akkor te is az vagy? Szerintem igen. Simán. Mi hiányzott, amikor kimentél Amerikába, hogy nem lettél az? Hát az, hogy nem vagyok amerikai, nem leszek amerikai. Hát ott ugyanolyan patriótnak az emberek, mint nálunk. Hogy mondjuk itt van Magyarországon egy zenei tehetségkutató, és akkor itt van mit tudom, 10 magyar zenekar, de van egy ukrán is. És akkor az ukrán a legjobb. Na de hát mit kezdünk itt egy ukrán zenekarra, aki nincs is itt, hanem félig Ukrajnában van, de nincs, meg nem is úgy beszélik a nyelvet, akkor inkább magyar zenekart fut. Hát én a magyar zenekart fogom futtatni, mert az a mi beszédünk, a mi nyelvünk, a mi fiunk, a mi kutyánk, hogy ez nem így működik. Akkor én félreértettem valamit a korábbi nyilatkozatokból, mert nekem úgy tűnt, mintha Michael Madsen profizmusa hiányzott volna elsősorban, tehát a nagy szavak szintjén volt meg az ő nagy ígérete, tettek formájában ez már nem nyert kimondtakozást, és talán a te nem lustaságot, hanem inkább az energiatakarékosságod is gátat szabott annak, hogy Amerikába tesz tárgyal. Figyelj, a Michael Madsen helyett én nem tudok cselekedni, tehát a Michael Madsen olyan, amilyen egyébként, hogy ő profi vagy nem profi, arra megosztanak, hogy ha valaki profi, akkor meg a George Clooney vagy a Brad Pitt az profi. A Michael Madsen, a Michael Madsen olyan értelme nem profi, hogy ő egy ilyen rock'n'roll csávú, egy bedesz csávú, egy ilyen tökös gyerek csávú, aki inkább a Mickey Rourke, mint a George Clooney. Érezzük a különbséget a Mickey Rourke meg a George Clooney között? Mind a kettő színész. Az egyik oda jutott ahova, a másik meg oda jut ahova. A Michael Madsen az sokkal inkább Mickey Rourke, mint George Clooney. Ha George Clooney ajánl nekem üzletet, akkor valószínűleg most egyébként ott lennék, de nem biztos, hogy boldogabb lennék, de valószínűleg lenne ruhabrendem, meg ruhamárkánk. Egy kicsit az önpusztításra is gondolsz most? Tehát abszolút, abszolút. Tehát ő egy ilyen bulizgató, kezébe viszkit tartó álmodozó? Hát ha csak viszkit tartana, akkor szerintem előrébb tartana. Mondok még egy példát, nekem nem is tudom, ki mondta, de nagyon hitelesen talán a saját menedzser, aki nem is a menedzser, hanem egy haverja. Tehát neki egy haverja a menedzser. Az nem menedzser, ez egy haver. Ő mondta, hogy hát az a van a Michael-le, hogy ő egy filmszereppel megkeres 300 dollárt, itt hónapok alatt, akkor bemegy a Párizsba a Ritz-Cartonba, és akkor azt két hét alatt úgy, hogy van az egészet elveri. Erre, arra, amarra is kész. Hát így nem lehet élni, így nem lehet karriert csinálni. Ha elkésünk a forgatásról, ha részegen menjünk a forgatásra, így nem lehet. Még egy Koltai Robinál se lehet. De nem, még Magyarországon se lehet profit csinálni. De, hiába egy kedvenc karakter. Nem az a baj, ami történt veled, hanem az a baj, hogy ő téged nem vett ember számba. Egyébként nem. Ez jó gondolat, hogy azért neked a hiúságod is bánthatja ezt, hogy tulajdonképpen többet vártál tőle, és egy idő után rá kellett jönnöd, hogy te egy voltál a... Ja igen, itt vesztettem a fonalat, hogy mi van akkor, Zoli? Nem, te szerintem nem hiúságról van. Mi van akkor, Zoli, hogyha a Michael itt jár Budapesten, téged megkeresett, megtalált és felajánlotta a lehetőséget, és mi van, ha minden országban ezt csinálja? Perúba is, Japánba is, Kínába is. Mi van akkor, hogyha ő 180 országban, 180
tehetséges srácot kiemel, megveregít a vállát, ugye úgy nyilván mindenki úgy el fog ájulni, mint én, és akkor 180-ban neki egybejön, ha egybejön, akkor oké. Okay. Csak én úgy gondoltam ezt az együttműködést, hogyha nekem egy világhírű hollywoodi szupersztár ajánl együttműködést, akkor az jelenti, hogy ő a rengeteg lóviát és kapcsítőkét betolja egy ilyen kreatív elme mögé, vagy egy ilyen kreatív fantázia alá, és akkor én nekem nem lesz más dolgom, csak tervezni, baromi jó dolgokat csinálni, és akkor majd eladjuk valahogy. Majd mondjuk ő eladja Amerikába. De hogy ebből semmi, de semmi nem. Ő hát olyan messze van az üzletemben, én sem vagyok üzletember, de ő meg aztán... Szóval hát te legalább országos versenyt nyertél. Hát nem hát ő meg világszerte ismert, és baromi sok filmet forgatott. De azt mondtad, hogy szerintem nem a hiúságról van szó, akkor miről? Hát nem a hiúságról van szó, hanem arról van szó, hogy őt nem vették komolyan. Tehát nem voltak egy súlycsoportban gyakorlatilag. Tehát amit én rólad olvastam, ugye abban az derül ki, hogy ő azt hitte, hogy neked könnyen van annyi pénzed, hogy kibéreljél egy üzletet New Yorkba, és így tovább. Hát szóval, hogy ez egy komolytalan dolog volt, és ez nem egy egyedi történet. Hát én is találkoztam ilyen észak-amerikaiakkal, akik úgy gondolták, hogy hát igazán üzletet csinálni akkor lehet, ha egy vasat sincs. Mert pénzzel mindenki tud üzletet csinálni, mondták ők, ami persze nem igaz. Én bocsánat kérlek, én meg voltam győződve, hogy Michael Madsen egy nagyon gazdag ember, miután egy Hollywood szupersztár. Ő meg volt győződve, mert én láttam az összes országban az összes filmbe. Na de ő meg volt győződve arról, hogy én gazdag ember vagyok, mikor bejött a Terész Karóti 20 négyzetméteres boltom, és ott látta a 150 darab ruhámat, meg a 30 kilós asszisztensemet. Ő ettől azt hitt, hogy én milliárdos vagyok. Hát egyébként... Biztos vagy benne, hogy ő tudja, hogy mi a különbség a New Yorki üzlethelységi árak és a budapesti üzlethelységi árak között. Nem, ebben most már nem vagyok biztos. Én azt hittem, hogy egy értelmes, okos ember, nem az. Legalábbis nem gondolkozik. Nem beszéltétek végig a feltételeket, nem volt egy szerződés. Lehetetlen volt. Tehát az a helyzet, hogy egy hollywoodi filmsztára nekem semmilyen, még egyszer mondom, semmilyen közös metszetem nincs arról, hogy én beszélgetek bármiről. Mert képzeljétek el, volt az USA-ban egy jelenet, amikor én már ugye millió előkészület után, és millió pénzek költése után, és millió szervezkedés után végre kimentem, mindent felszámolva kimentem a Los Angelesbe azért, hogy én a Michael Madsennel bizniszt csinálják, és akkor végre ott voltam, végérvényesen, ruhákkal, minden együtt. Na Michael, akkor össze kéne jönni, és akkor beszélgetni dolgokról, hogyan csináljuk tovább. Ja, hát nem ér rá, itt forgat, ott forgat, hát nem érsz rá, nem tudom, hogy lesz akkor ebből biznisz, hát nem tudom beszélni. Nagy nehezen, na jó, akkor bejövök Malibuból, értsd, West Hollywoodba, és bejövök Káposztás megyéről a belvárosba, de akkor ebbe meg ebbe a hotelba kérlek, hogy fizessétek ki a 1500 dolláros szállodai szobámat. Tárgyalásra. Mondom, mi csináljak? Hát ez 1500 dolláros szállodai. Nem érted. 1500 dollárból én egy kollekciót csinálok, amit eladok 5000 dollári. Hát ahhoz, hogy beszélgessünk, ahhoz én tudod mit? Beülök a bérelt bogárhátumba, kimegyek hozzád Malibuba, Káposztás megyéről, beülök egy kávézóba, és én fizetem a kávét, a 20 dollárt, és akkor a fennmaradó 1480 dollárból csináljunk inkább ruhákat. És én, ahogy nem értettem, hogy miért kell a szállodai szobát kifizetni, ugyanúgy nem értette, hogy én miért nem fizetem ki. Szóval egyszerűen nem egy nyelvet beszéltünk. Nem. Semmiben. Abba az egyből, hogy én nagyon karmolt, amit ő csinált, ő nagyon karmolt, amit én csináltam, de hogy nincs tovább. Elmentél aztán? Káposztás megy erre hozzá végül is? Nem, végül is képzeld el, hogy az üzlettársam ámen mondott neki, mondom, azonnal hív vissza, és mondjuk, hogy nincs ámen, nincs 1500 dollár, jöjjön be, és beszélgessünk, de egy fillért nem fogok fizetni a szobájáért, ha akar bizniszt, akkor jöjjön be, és beszélgessünk, ha nem akar, akkor hagyjuk egymást békén, és én fizetem a kávét. És ezt nagyon nehezen, de elmondta neki, és megértette végül. És bejött. Hát bejött, igen. És kifizettem a kávét, de ő kibérelt azt a szobát. De minek? Hát West Hollywood és Malibu 45 perc kocsival. 45 Mikor perc. Beszéltetek utoljára? Akkor. Az ő története, ez az amerikás történet, bármilyen ponton rímel a te főpolgármesteri történetedre? Nem. Nem? Nem. Ugye ez 2014-ben volt. Igen. Te visszaléptél, azt hiszem 2 vagy 3 héttel a választás előtt. Ennyi idő után, hát most már eltelt 8 év. Magadban megfogalmazhat, hogy mi hibázott, mi volt a baj? Hát az első baj az volt, hogy senki nem akarta, hogy mi győzzünk.
A senki alatt mit értesz? Hát egyetlen párt se, aki engem támogatott. Tehát az ellenzéki pártok nem akarták, hogy te főpolgármester legyen? Nem, hogy én nem legyek főpolgármester, hanem senki nem hitte, hogy a Tarlóst akkor meg lehet verni. Tehát én eleve elvállaltam egy vesztes szerepet azzal, hogy én leszek a listavezetője a közös ellenzéknek. Tehát tulajdonképpen erről szólt ez a történet, és utána úgy gondolták a pártok, szerintem ez most ezt kikotyogom, vagy az az én érzésem tulajdonképpen. Tudunk titkot tartani. Igen, remélem is, hogy kiszivárog ez a titok, hogy mindegyik pártnak fontosabb volt, hogy egy olyan ember legyen tulajdonképpen a fővárosi közgyűlésbe, aki tulajdonképpen az ő emberük. Tehát a kerületi posztok sokkal fontosabbak voltak számukra, mint egy olyan poszt, a főpolgármesteri poszt, amiben igazán nem is hittek. Így van, pontosan. Pontosan. Tehát, hogy a saját aktivistáiknak hány helyük van, az nagyon fontos volt. Én pedig azt képviseltem, hogy ha én bekerülök a fővárosi közgyűlésbe, akkor én az ellenzéket egy közös frakcióba próbálom majd vinni, és nem egyik vagy a másik pártnak az érdekeit fogom képviselni, hanem a közös ellenzéki érdeket. És ezt volt, akinek nem tetszett. Stimmel a mai viszonyokra. Hát, semmi nem. Én rengeteget tanultam. Olyan hihetetlen iskola volt az a néhány hét, csak szívesen el is adnám ezt a tudásomat, de nem vagyok elég sikeres. Ferenc túl jó ember az, hogy politikus legyen. Ennyi. Igen? Röviden, igen. De hát én nem vagyok politikus. Nem is leszel. Nem is ilyen lelkiségen nem lehet. Nem is akartam. És az túlzás, amit az Oli mondott? Mi túl jó ember vagy? Hozzá. Hát ezt ő mondta. Hát ez elnézést kérlek, a két kategória, az két egymástól teljesen eltérő kategória, és nálunk az előző van, az utóbbi nincs. Hát ez egy kedves dolog volt, hogy ezt mondta, de hát... Hát persze, mert ezt látom. Mert amit a Ferenc mondott, az teljesen tökéletesen úgy van. Itt senkit nem érnek el a magyarországi jóléte. Ezek közül a politikusok közül. De ebből hát politikus... módon nem politizálok. Oké. Akkor egyetértve a Ferenccel, ez a két kategória külön kategória, és a Ferenc nem az elsőbe tartozik, amit itthon politikusnak hívják, hanem a másodikba, amit itthon... Majdnem kimondtam a szót, hogy hívják, de helyes csak egy anekdótát mondok. Te Feri, ez a Pista milyen jó ember? Ez a Pista milyen ember? Ez jó ember. Ja, tehát hülye. Ezt a Popper Péter egyik könyvének a legelső, tehát milyen ember ez a jó ember? Ja, tehát hülye. És akkor nem politizáltunk, de mindent elmondunk az országra. Ez túlzás szerint? Tehát, hogy naív voltál, kicsit szentbolgasággal álltál ehhez az egészhez, és mondjuk tulajdonképpen ott egy olyan politikai folyamat része voltál, amit csak nagyon későn ismertél fel, mert tulajdonképpen ezt mondja most az Oli. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy amit az Oli mond, vagy legalábbis ahogy én értem, hogy nekem ebben az ügyben nem voltak olyan egyéni céljaim, hogy fizetésem legyen, hogy én majd megint szolgálati autót kapjak, vagy hatalomhoz jussak, vagy valami egyébhez. Ez a balgaság ebben az ügyben. Tehát ebben a rendszernek egy jelentős részében, akiről nincsen megfelelő dosszié, az nem megfelelően jó partner. A megfelelő dosszié alatt mit értünk? Hogy fogható valamivel. Zsarolható. Hát, te mondtad. Sokban tartható. Igen, van, szóval kicsit lehet, nem baj, ha egy kicsit sáros valamibe, vagy valami, az se baj, ha csak én tudom. Szóval. És ha jól értem, rólad nem volt ilyen dosszié, azt akarod mondani? Hát azt remélem, igen. Amit Zoli kapcsán kapargattam, hogy melyik volt az a pillanat, hogy mennyivel később jött rá arra, hogy itt valami nem stimmel, Michael Madsennel kapcsolatban. Neked a kampány során melyik volt az a pillanat? Tudod, mint a Monopolyban, amikor az MMA tudja, hogy nem nyerhet. Itt most én lehet, hogy átlettem egy kicsit verve. Ezek más játékszabályok uralkodnak. Volt ilyen ráeszmélés? Hát az első pillanatban, mert ugye kaptam egy pár órát, mondjuk délután, nem tudom, 2-től 3-tól másnap reggelig, hogy eldöntsem, hogy vállalom-e vagy nem. És aztán volt olyan... Nem tudom minek minősíteni, de barátom, vagy politikus társam, vagy harcos társam, bármelyik fogalom tulajdonképpen ennek megfelel, aki ezt bemondta a rádióban, még azt megelőzően, hogy a feleségem hazaért volna. Tehát hamarabb adtak róla hírt a nyilvánosságban, mint hogy te egyáltalán dönthettél volna. Így van. És onnantól kezdve már te erkölcsi kötelességednek tartottad, hogy igent mondasz? Igen. Az nagyon kínos lett volna szerintem a pártoknak, hogy mikor egy hihetetlen próbálkozás volt, hogy találjanak végre egy vesztes jelöltet, ha emlékszel rá.
Igen. És akkor most még én is azt mondjam, hogy, hogy nem, szóval szólnak. Hogy akkor nem kotyogják ki. Akkor te a feleségeddel arra jutsz, hogy nem vállalod? Hogy én mire jutok, azt nem tudom, de hogy a feleségem megpróbált volna befolyásolni, hogy ne vállaljam, azt most is úgy gondolom. Ő menet közben is mondogatta ezt, hogy ezt nem kellett volna, tehát hogy ezt kár volt elvállalni. Tehát ő hamarabb érezte a veszélyt? Nem lehetett itt tudni, hogy milyen veszély van ebben a dologban, őszintén szólva. Hát ez nem egy veszélyes dolog volt ilyen szempontból, hogy van. De a kampány időszaka az egy, hogy mondjam, pszichiátriailag más állapot. Szóval ami egészen furcsa, hogy mondjam, lelki állapotba kerül a kampányban. A kampányolt is, ha úgy tetszik, meg a stábja körülötte. Felnagyítódnak az események, lényegtelen dolgokról nem lehet tudni, hogy mennyire lényeges, mennyire lényegtelen. Nem nagyon volt abban az időben beszélgetni való senkivel gyakorlatilag, az a pár hét az nagyon... nagyon feszülten telt el ilyen szempontból. Picit, és ez egy túlzó kifejezés, nem is a szóhagyományos értelmében gondolom, de kicsit meg is őrül minden egyes jelölt olyankor? Tehát egy pszichózisba került, talán ezt a szót kerestem? Tehát, hogy egy ilyen zaklatott, űzött pár héten van túl ilyenkor mindenki? Szerintem igen. Biztos vannak különbségek, hogy ki hogy, de aki nem elég űzött, azt a stábja biztos, hogy korbáccsal űzi. Te észre is vettél magadon sok olyan jelet beszélgetések során, fellépések, megnyilatkozások során, hogy azt mondtad, hogy te jó Isten, mikor lesz ennek vége? Én most teljesen más állapotban vagyok? Nem. Én ezt elég jól bírtam, őszintén szólva, nem ezzel volt probléma. De hát ebben persze benne van az, hogy szóval én jól fel voltam készülve, őszintén szólva. Tehát ugye itt még nem került szóba, ugye, hogy nekem milyen mestereim voltak, de hát Mirei tanár úr nevét mindenképpen el kell mondani. És ott azért az ember nagyon megtanulta, hogy kezelje saját magát. Uh-huh. És hogy kell jól kezelni ilyen helyzetben saját magad? Hát például úgy, hogy nem vesztem el a fejemet, amennyire lehet. Egyszer se vesztetted el? Szerintem egyszer se. Az akkor hibának tűnő és sokakban mosolygást keltő egy-egy dolog a kampány során, azokra hogy tekintesz például az ominózus videóra, ugye, ami az ott legendás. Tehát ugye, ha valaki nem emlékezne rá, akkor öntöttétek le. Nincs olyan ember Magyarországon, aki ezt a beszélgetést megnézi és nem emlékszik rá. Ne félsz le ettől a Klubrádió hallgatóit. Ez egy nagyon egyszerű kérdés volt. Ugye ez a videó nem azért készült, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Két döntési választási lehetőség volt. Az egyik azt mondani, hogy kérem szépen a stábot nem tudom kontrollálni, mert hogy ez oda fölkerült. A másik lehetőség az volt, hogy bele kell állni. Ezt választottuk. Hogy ez jó döntés volt, vagy rossz döntés volt, ezt elég nehéz tudni. Ennek a videónak volt egy előnye. Az előnye az volt, hogy hihetetlen sebességgel a főpolgármester jelölt nagyon ismerté vált. Tehát ez ilyen értelemben, aki ezt csinálta, és ezt gondolta, hogy ezzel ő jót tesz, az bejött. Ami nem jött be, az nem jött be, hogy azok a támogatók, akiknek illet volna támogatni, azoknak egy része azt mondta, hogy hát én nem ismerem, meg hogy ez csak a fővárosi MSZP-nek az ügye, nem az országosé, meg mindenféle ilyen barátságtalan lépések voltak, és nem volt folytatás. Tehát én a legsúlyosabb döntés, vagy nem döntés, hanem a legsúlyosabb helyzet az volt, amikor kiderült, hogy egy sajtófőnököt nem lehet találni ahhoz a kampányhoz. Tehát nem volt olyan újságíró barátom, aki vállalta volna, hogy erre a néhány hétre a nevét adja, és nyíltan mellém áll. Tehát csendbe támogattak rengetegen. Akkor már azért érezted, hogy itt ez veszett fejszennyel? Hát ezt a legelején is lehetett tudni, hogy veszett fejszennyele, tehát nem volt program, nem volt pénz, semmi nem volt tulajdonképpen. Tehát ez persze, ezt lehetett tudni. Minek kellett történnie, hogy te visszalép? Hisz ilyen formán végig is csinálhattad volna azt a két hetet, már nem azt nem szoroz. Hát semminek nem kellett történnie, én egy rendes gyerek vagyok. Megkértek, hogy lépjek vissza, akkor visszaléptem. Ki kért meg? A pártoknak, a támogató pártoknak a vezetői. Ha ők nem kérnek meg, akkor te végigcsinálod? Persze, minden probléma nélkül. De hát ott úgy döntöttek, hogy nekik jobb, hogyha egy másik jelölt az, aki ezt végigcsinálja, nem tudom.
Megsértődtél? Nem, egyáltalán nem. Utána én nagyon lelkesen kampányoltam a Bokrosnak, végigcsináltunk mindent. A visszalépés több bejelentő sajtótájékoztatón emlékeim szerint nem ejtetted ki Bokros Lajos nevét. Ez lehet, hogy csak véletlen, csak ez úgy most, hogy utána néztem, ez úgy megmaradt bennem, és bennem felmerült, hogy esetleg az emberben van természetes módon valami fajta sértettség. Én ezt nem tudom, amire te hivatkozol, azt egy újságcikk megírta, tehát valaki ezt fölplankolta, én ezt nem éreztem különösebben. Én a Bokrossal a mai napig, hogyha néha van módom vele beszélni, nagyon örülök neki. Ha megfordítod a kampánynak a történetét, akkor ott történt egy nagyon súlyos taktikai hiba. Tehát, hogyha például az első percben azt mondják, hogy a főpolgármester jelölt mellé fölkérik a Bokrost, hogy ő legyen majd a helyettese, akkor akár győzhettünk is volna. Tehát, hogyha ketten tandembe indultok el? Hát igen, tulajdonképpen igen, hogy legalábbis nem konkurens párként indult volna a Bokros az elején. Meg ott volt azért mindenféle gusztustalanságok, ott azért történtek. A háttérben? Hát reggel azt mondták, hogy majd ők visszalépnek, aztán délután mégse léptek vissza a javamra. Szóval mindenféle volt. Te emberileg alkalmas voltál arra szerinted akkor, jelenbéli dolgokra gondolok elsősorban, vagy politikai képességek tekintetében gondolkodom elsősorban, hogy főpolgármester légy ennyivel, 8 évvel később. Biztos jutottál valamire. Arra abszolút alkalmas lettem volna, hogy a főpolgármesteri kabinettet, a főpolgármesteri funkciót betöltsem. Hát ezt most is így gondolom, nem hiszem, hogy ez meghaladta volna a képességeimet. Az, hogy bírtam volna ki a Fidesz kormánnyal való szembenállást és küzdelmet, az egy nagy kérdés. De hát ahogy látjuk, az utód is tulajdonképpen nehezen bírja ezt. Ezért egy kicsit most kritikát is fogalmaztál a Karácsony Gergővel kapcsolatban? Én nagyon haragszom rá, hogy ő visszalépett. Azt gondolom, hogy ez egy súlyos megingás volt, igen. De napi pártpolitikával ebben a műsorban nem foglalkozunk, még egy kérdésre válaszolunk. Ez nem pártpolitika, ez pszichés kérdés tulajdonképpen. Tehát pont ugyanaz a kérdés, hogy mit kell kibírni és hogyan. És te most azt mondod Karácsony Gergely esetén, hogy ő most az előválasztási kampány csúcspontjaként kvázi összeomlott, tehát hogy nem bírta el a nyomást? Igen. Igen. Egyre válaszolj még, légy szíves. Neked hány hónapodba, évedbe került utána, hogy mindezt elrendezd magadba és feldolgozd? Mert azért akármennyire is erős idegzetű valaki, azért ez valamilyen szinten egy törés magában is, hogy... Hány év telt el már? 8. Még kevés. Kevés? Persze. Persze. Most hol tart? Tehát hova helyeződött ez benned? Hát most már csak, hogy viccelődök rajta tulajdonképpen. Most már tudok róla könnyen beszélni például. Volt, amikor kimondott, hogy égősebb volt? Tehát egy ilyen, mint ha megnyomnak valakin egy gombot? Ami fáj? Vannak részei, ami fáj, amit nehéz helyre tenni, de maga az, hogy én ebben a kampányban részt vehettem, erre én úgy tetszik, büszke is vagyok, meg úgy gondolom, hogy rengeteget tanultam belőle. Tehát ez nekem ez egy jó élmény az életemben. Ez jó élmény? Jó összességében? Tehát most is belevágnál. Hát most nem, azért még egyszer nem vágnék fel. Többször bólogattál, vagy csóváltod a fejed. Egy dologra hagyd kérdezzek rá, ha már beszélhetünk ilyen nyíltan arról a bizonyos jeges vödörrel való leöntésről, hogy amikor te láttad azt a videót. Igen. Mi volt az első gondolatod? Akkor? Igen. Én akkor sem értettem, mi abban a gáz, meg most se. Én most direkt megnéztem még egyszer, mert megint találkoztam múlt héten valakivel, aki így lesajnálta magasra az egészet, és én megnéztem, mondom, mondd már meg, hogy mi ebbe az igazán gáz. Mert én, amit én látok azon a filmen, hogy ez az önazonos, hiteles a sztori, én elhiszem. Ez igen. Az ember ilyen, és ez nincs baj. Igen, nem játsza meg, nem játsza túl, ilyen. Igazi. Én nekem az jött le, hogy igazi. Mi azzal a baj? Ez egy politikai térbe került ez a videó, ebben a kihívásban, vagy nem tudom milyen játékban, igen, ami zajlott. Volt más is, ami azért elég szórakoztatóan sikerült. Szóval... Tudjátok, miért nem vettem részt ebbe a challenge-be? Mert mindenki megcsinálta. És én voltam az, na ha mindenki meg, csak én nem. De milyen okos voltál? Persze, a legelső kérdés, hogy igen, ha már mindenki megcsinálta, biztos, hogy nem. Ha az elején nem sikerül az első között, akkor nem csinálom.
És, nem maradtam le semmiről. És a bólogatásom pedig azért volt több ízben is, amikor hallgattam a sztorit, mind a 2014-ben volt a nagy kalandunk. Nekem is 2014-ben, Ferencnek is 2014-ben, ő orvosként kóstolt bele a politikába, én divattervezőként, és pont ugyanazok az élményeim, pont ugyanazok. Te az önkormányzati választáson indultál le szintén, arra gondolsz? Arra is, meg ha az elmúlt 4 évnyi közéleti tevékenységemre. Ugyanezeket tapasztaltam, ugyanígy. Nem vagyok alkalmas. Túl jó vagyok. Túl jó vagy, mert jó ember, tehát jellemileg? Túl jó, tehát hülye. Ja. Idealista, azt mondják nekem, a politikai műsorminek az idealista. És mi úgy állítanak be idealistégén, mintha az valami csökkevény lenne, mintha az valami bal szerencse lenne, valami fogyatékosság lenne. Hát elnézést kérek, én ha valamire büszke vagyok, az az idealizmusom. Azt mondtad az előbb, ugye, hogy ilyen pályaválasztási gondjaid vannak, és én itten csendben nevettem, hogy nekem még most is vannak. Nekem is vannak. Tehát... Nekem is vannak. Nagyon szeretek divattervezőnek lenni, de én például szerettem politizálni is, de baromi sokat tanultam belőle, pontosan azért, ugyanazért, nagyon sokat, eszemben sokat tanultam, első magamról, meg az egészről, meg az énekem, meg ennek az egésznek a viszonyáról, baromi sokat. Én nagyon, nagyon sokat 4 év alatt. Ugyanezt, és ugyanezért nem sajnálom. Nagyon sokat csalódtam, nagyon sokat mentem a falnak, nagyon sokat áldoztam rá, nagyon sokat vertem be a fejem a falakba, de nem sajnálom, mert baromi sokat tanultam. Sokkal többet tanultam, mint olvasgattam az újságot. Hát az újságot olvasgatod, semmit nem fogsz megtudni a politikáról. Ha csinálod, akkor mindent megtudsz róla. Azt, hogy pályaválasztási, hogy mondtad, hogy fogalmaztál pontosan? Elakadásban vagytok? Vagy most se tudjátok pontosan? Nem tudom, mi leszek, ha nagy leszek. Tehát mai napig úgy vagytok? Nagyon bólogatsz fel. Igen, abszolút. Abszolút. Most, amit csinálsz, az egyáltalán nem elégít ki? Hát ez is most az én fogalmaim szerint nem csinálok semmit pillanatnyilag. Tehát amit pillanatnyilag csinálok, hogy pár terápiákba koterapeutaként dolgozom. Az mit jelent? Hát, hogy olyan házaspárok, vagy együttélők, vagy szülő-gyereknek a problémáiba segítünk ketten. És ezt tanulom tulajdonképpen, meg talán lehet, hogy majd a pszichiátria klinikára már jelentkeztem ősszel valamilyen továbbképzésre. Pszichodráma csoportot vezettek Ajkai Klárival közösen, ami most a járvány idején nem megy, de szeptemberben újra kezdjük, úgyhogy jelentkezők már vannak. Hát valami olyasmit szeretnék csinálni, amit sokáig lehet csinálni. Tehát én légzési intenzív terápiát csináltam a tisztességes orvosi pályafutásom alatt, hát azra most már nem lehet csinálni, az már öreg vagyok. De olyasfajta tökéletes örömet, vagy kielégítettséget nem ad, mint amit remélnél, mert azért nagyon bólogattál. Már micsoda? Hát ez a mostani állapotod, a mostani munkavégzésed. Tehát most nem végzek munkát. Milyen munkát végzek? Az nem munka, hogyha megkérdeznek, akkor válaszolok, meg a saját érdeklődésemre napra kész vagyok. Ennek a járványnak, vagy az egészségpolitikának a különböző kérdéseibe, ezt nem nevezhetném munkának tulajdonképpen. Most hát a közbeszóltok, ez a semmit nem csinálás, ez tetszik nekem, hogy nem csinálsz semmit. Na most a semmit nem csinálás, az rendkívül üdvös dolog, rendkívül hasznos dolog. Ezt sokkal több embernek kéne csinálni, hogy nem csinál semmit, mert nincs az sehol leírva az embernek, bele kell pusztulni a saját munkájába, és bele kell őrülni a saját karrierébe, és bele kell nyomorodni a saját ambícióiba. Nincsen ilyen. Ez egy félreértés. Szerintem ez a fogyasztói társadalom és a kapitalista versenygazdálkodás legnagyobb félreértés, hogy nekünk mindig csinálni kell valamit. Hát szerintem az ember ebbe fog belehalni, a modern ember. Hát mindig csinálásba. Én pontosan értem, mit mond a Ferenc, és én azt is el tudom képzelni, hogy ebbe a semmit nem csinálásba, ebbe boldog. Mert nem kell. Egyébként is van mögött egy nagyon komoly életpálya, van mögött egy nagyon komoly, nagyon sok élmény, akár én magamról is elmondhatom, már lényegesen, hogy valamennyivel fiatal vagyok, de hogy a semmit nem csinálás az legnagyobb boldogság. Én imádok semmit nem csinálni, és nekem, én azon spekulálok most, hogy hogyan tudnék nagyon-nagyon fejlett, magas művészi szinten semmit nem csinálni a következő időszakban úgy, hogy én ott boldog legyek, mert nem kell semmit csinálni. Nem hiányozna valami? Hát ami hiányzik, azt megcsinálom, de nem azért csinálom meg, mert nekem meg kell csinálnom, hanem azért csinálom meg, mert bőrömet okoz, boldogságot okoz. A haszontalanság érzésem egyáltalán nincs, mert azt gondolom, hogy azért, amit csinálok, azért az hasznos, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok. Nagyon sokan úgy ítélik meg, hogy az én megítélésem a közegészségüggyel, a járvánnyal kapcsolatban az talán nem szerintelen, és azt mondja, hogy iránymutató, vagy az egyik iránymutató ilyen. Hogy kérdezek ezzel kapcsolatban valamit? Igen. Ami eszembe jutott, és olyan jól találkozom, ha meg tudom kérdezni, hogy ebben az elmúlt 2 évben vagytok 5-en, páran, akik ilyen nagyon irányadók lettetek ebben a témában. Igaz lelkedre. Ebben van valami hiúsági verseny? Mert minden nap kijön
Rusvai Miklós ezt és ezt állítja. Onnantól kezdve nagyon sokan őt követik. Falus Ferenc mond egy nagyon határozottat, egy prognózist, és közbeszéd tárgya barátok közt is, hát de a Falus megmondta, most ezt fogjuk csinálni. Tehát nem mondjátok, hogy egymás közt. Ebben nincs valami fajta vetélkedés, úgy, hogy egy olyan közegbe teszitek mindezt, hogy én és az én közegem hát teljes mértékben kívülálló ebben a témában. Tehát mi vakon követjük ezeket az embereket. Nem így van. A véleményekben van a különbség tulajdonképpen. Tehát az, hogy ha nem vagyunk egy véleményen, ez a csúnya kifejezés, hogy beszélő fejek, akkor abban van verseny, hogy kinek a véleménye, állásfoglalása, vagy nem tudom, mi terjed el jobban. De engem például semmilyen módon nem izgat, hogy a Rusvai Miklós hányszor és hol szerepel, és mit mond. Speciál, ugye van olyan kijelentés, amivel nagyon nem értek egyet, úgyhogy az, hogy itt mindenki fertőződjön meg, én ezt erősen téves elképzelésnek tartom. Ő csak példaként mondta, azért mit tudom én, Zaher is sokat megszólal, Jakab. Hát nem jó, nem mindegy a példa, mert ha Zaher megszól, akkor boldog vagyok, ülök a képernyő előtt, és nézem, és hallgatom, és egy szavát ki nem hagynám, mert rettentően szeretem, és tisztelem a Zahert. Rusvai Miklósról ez, ha jól sejtel, nem mondható el, amikor ítéletet mond, vagy prognózist, ha jól sejtel. Igen. Nem politizálunk. Uh-huh. De ezt akartam mondani, hát ez már politika. Szerint. Amikor vitatkoztatok. Kivel? Gödény Györggyel. Hát azt nem nevezném vitának, igen. De... Ott én szerintem akkor láttalak életemben először, és mindmáig utoljára indulatosnak és feszültnek. Na jó, de hát az borzasztó volt az a dolog. Hát először is azért volt borzasztó, már... Eleve azt gondolom, hogy az a két úrnak a megjelenése, és nem veszem a számra a nevüket. Ki sem mondod a nevüket? Nem szeretném. Miért nem? Hát, hobbiból, ha úgy tetszik. Szóval azt gondolom, hogy emögött egy politikai szándék volt, és ez a politikai szándék nem tűnt el. Tehát az, hogy őket ott képernyőre engedték, és én egy hülye voltam már, bocsánat, hogy én elvállaltam, hogy én ebben szerepelek. Nem meggyőzhető emberek, nem, nincs miről, itt hitvitákról van szó, amiben észérvekkel nem nagyon lehet részt venni. Tehát jobb lett volna hagyni, hogy ott más valaki üljön, és ne én. Visszanézted azt a vitát? Persze. Mindig. Nem tetszettél magadnak? Az ember megsemmisül, hogy ilyen szintén megsemmisül, nem lehet ebbe jó kérdés. Tetszettem magamnak, vagy nem tetszettem magamnak. Mi nagyon hasonlítunk egymásra, szeretném neked ezt mondani, ugye? Én, meg te? Igen. Mert? Mert hogy végignéztem a Friderikusszal való beszélgetésedet, úgyhogy én is tájékozott vagyok. Mennyi. Köszönöm, megnéztem. Nem jövök ide úgy, hogy nem tájékozottam pontosan. És ahogy te azt mondtad ott, hogy végig elemezted a saját beszélgetéseidet, a fejtartásodat, a minden egyebet, én is ugyanígy végignézem, hogy akkor most mit csináltam a kezemmel, mert az belelátszott a képernyőbe, vagy még nem látszott napig? Bele. Mai napig is, persze. Csatlakozom Habaritnak, ha nem haragszotok meg. Ugyancsak láttam a Friderikuszt, és ugyancsak ilyen vagyok. Elemzed magad te is? Hát és ugyancsak egyre kevésbé, mint hogy te is így kezd kikapni, kimondni, de visszanézem, megnézem, és én is azért nézem vissza, és azért nézem meg, hogy lássam, mit csináltam rosszul, és mit kell legközelebb jól csinálni. Például ez a karba tett kéz, ez most oké, vagy nem oké, mit jelképez, mit nem jelképez, egyszer csak most kényelmes, de most így csinálok. Tehát ez egy tudatos döntés volt. Magyarul egy picit azt is mondjuk, vagy sugalljuk, hogy kicsit túl is analizáljuk az életet, úgy általában. Szerintem nem kicsit, szerintem nagyon. Nagyon? Azt mondom, hogy nagyon sokat használjuk az agyunkat, és nagyon keveset a szívünket. Ezzel egyetértesz? Rád is ez a jellemző? Nem, nem. Nem? Nem. E téren vagy analitikus, másban nem? Én szerintem mindenfélében analitikus vagyok, de ez nem analizálásnak tekintem, hanem ez a, hogy mondjam, a minőségjavításnak a része, ha úgy tetszik. Perfekcionizmus. Perfekcionizmus. Hogyha valakinek jó szíve van, és a jó szívével tud gondolkozni, vagy a jó agyával, akkor nincsen gond. De a legtöbb ember úgy agyal, hogy a szándéka is a tiszta. Én erre gondoltam. Hogyha nincs egy jó szíved egy jó agyadhoz, akkor az nagyon félre tud vinni. Tehát én nagyon sok olyan intelligens embert ismerek, aki nem okék a szándékait. Én arra gondoltam, hogy ha szívünkül kéne tudnunk gondolkozni, és az agyunkkal érezni, ez lenne az oké. De ez nagyon kevésnek megy, és az emberek többség egyáltalán nem foglalkozik a szívével, magyarul, hogy jó szívű vagy rossz szívű, most én nagyon
képletesen fogalmazok, hanem csak az intellektusát, csak az agyát, csak a rációt nyomatja, csak az anyagot, csak a matériát, és ez sehova nem vezet szerintem. Hát látjuk, hova vezet, pusztulásba vezet. Én csak ezt, de hogyha valakinek jó a szíve, és az van egy jó elméje, az nyugodtan analizálhat, mert az csak jó szándékkal fogja a intellektusát használni, és ez baromi fontos. Lehet, hogy lesznek nézők, akik azt fogják mondani, hogy most nyert bizonságot a te idealizmusod, amikor ilyet mondasz. Nekem ez nagyon tetszik. Hát most került először szóba, de én ezt a legfontosabbnak tartom, a legfontosabbnak. Szeres. Hogy szeres. Mindegy, hogy fekete, fehér, rózsaszín, japán, néger, szeres. Legyen ez ennek a beszélgetésnek a fő üzenete, hogy szeres. Szeres. Maradjunk ebbe, és egyezünk ki ebbe. Falus Ferencet és Herceg Zoltánt látták, hallották. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen.